Kedves vendégeim! Szeretettel köszöntök mindenkit jótékonysági iskolabálunkon. Szórakoztunk, és sokan jótékonykodtunk itt is már az iskoláért. Volt itt farsangi hangulat, fekete-fehér parti, és az elmúlt évben, mint már a bevezetőben is elhangzott, a 800 éves a település rendezvénysorozat keretében pompáztunk itt pirosban, sárgában. Most is azért gyűltünk össze, hogy a 20-as és a 30-as évek és napjaink hangulatát felidézve, a mai kor zenei világával vegyítve, egy kicsit szórakozva tegyünk a Nyírteleki iskoláért. Az Orfeum világa és a jelen. A Nyírteleki iskola fellendülése és napjaink sikerei, a sikerekhez azonban kellenek a lelkes gyerekek, az őket segítő és pedagógusokkal együttműködő szülők, a fenntartó és a működtető támogatása, illetve azok a vállalkozók, akik most is hozzájárultak ahhoz, hogy ennek a bárnak a bevételét is az iskola felújítására, szépítésére fordíthassuk. Köszönöm szépen, szép estét és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hát itt a gondolatokat, a megnyitó beszédet hallgatók közben az jutott az eszembe, hogy talán ez volt az a 100 év, ez a bő 100 év, amely a legtöbb változást, a legtöbb fejlődést hozta a világ történelemben. Hát a Dezső fiak talán még lóhákon közlekedtek, és nem is kommunikáltak mobiltelefonnal, de szerintem még a Facebookon sem voltak fel. Látta meg a napvilágot Vásáros Naménban. Elhivatottságát jelzi a mottója is. A zeneszolgáltatás számomra nem a munkám. A zene, az életem. Hölgyeim és uraim, fogadják egy nagy tapsot, Kocsis Janikát! Yeah.
2014-es kulturális rendezvények szlogenje lendületben, meglepetésekkel. Azt már mindenki tudhatta, hogy az este sztár vendége az a Kuti Patrícia, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházból, aki többek között most látható az Ankólai Szerelmesek 2-ben. Viszont azt hirdettük, hogy lesz egy meglepetés vendége, aki a tegnapi napig számunkra is igen nagy meglepetés volt. Hogyha azt mondom, hogy ő is játszott az Ankólai Szerelmesek 2-ben, akkor egy kicsit már leszűkül a kör, és hogyha azt mondom, hogy Szilveszterkor itt egy fantasztikus előadást tartott, akkor már mindenki tudja. Hölgyeim és uraim, fogadják nagy szeretettel és még nagyobb tapssal a színpadon Kuti Patrícia és partnere Balogh Gábor! Sorszám kék 319-es, kék 319-es. Anyway.
egy 25 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány az ISV Remixer jóvoltából Berencsi Zoltán felajánlásaként. Hát ha minden igaz, akkor egy rendszeres rendezvény látogatói csapat nyerte meg a 4. iskolabár fődíját, a 25 ezer forint értékű MediaMarkt vásárlási utalvány.